Szokásokról kezdtünk el múlt héten beszélni, vagy kezdtem el múlt héten beszélni. Méghozzá olyan ö, egészséges szokásokról, vagy olyan Isten szerint való szokásokról, amelyek építik a hitünket, amelyek. Ö, építik a szívünket, ilyen szívépítő szokások. Olyan egészséges, Isten szerint való szokások, amelyek nem maga a szokás a lényeg, hanem az, hogy mi köré fonódik az. És, és így ebben szeretnék egy picit tovább menni. És szeretnék ma így olyan szokásokról beszélni, amelyek az Isten igéhez kapcsolják az életünket. Amelyek Isten igébe gyökeresztetnek be bennünket. A Biblia a legámulatosabb könyv, Szokták úgy is hívni, hogy a könyvek könyve. Nincs még egy olyan könyv, ami. Itt fogom tartani a kezem, jó? Nincs még egy olyan könyv, ami annyi életet formált volna át a világtörtem során, mint a Biblia, mint az Isten igéje. Társadalmakat formált át történelmet formált át. De talán még fontosabb egyéni életeket, sorsokat, amikor valaki rátalált. És a Szent Szellem megnyitotta számára az Istennek az igéjét, átformáló ereje van én személyesen is találkoztam ezzel az átformáló, meg találkozok ezzel az átformáló erejével. Emlékszem rá, hogy 15 éves voltam. Ez tegnap volt. Mintha tegnap lett volna. És emlékszem rá, hogy volt Debrecenben egy nyári aratás. És emlékszem rá, hogy az a lelkipásztor, aki ott volt és eljött, nálunk lakott arra pár napra. És minden reggel felébredt, és mielőtt még elindultak a programok, én aludtam, de tudom, már ugye nem a programok köz, hanem reggel, hogy kiment a teraszunkra a Bibliájával és egy kávéval, és és időt töltött Istennel. És aztán láttam azt, ahogy így a nap során csak így az élet, ahogy áradt belőle. És emlékszem rá, hogy én kísértem el a buszpályaudvarra őt a végén. És úgy jöttem el utána a buszpályaudvarról, hogy az volt a szívemben, hogy én ezt szeretném. Nem tudom, hogy mi ez pontosan, addigra már megtértem, az, el, az előtti, nem tudom, fél évben, vagy három-negyed évben valamikor, de hogy én, én annyira vágyok erre. És eldöntöttem, hogy 15 éves vagyok, és nem az, hanem hogy nyár van, és ha bár nyári szünet van, én szeretnék minden reggel korábban kelni, és felébredni reggel 6 óra 15 perckor. És jó, lehet, vakáció van, kimenni ugyanoda a teraszunkra, nem kávéval, mert abban az időben még nem kávézott egy 15 éves. Bár korábban már dohányoztam, de kávézni még nem. <laughs> és, és, és és sárga dínyével emlékszem, azt, az volt ott mellettem, és minden reggel olvastam egy fejezetet, gondolkodtam, és aztán imádkoztam. És aztán eljött a suli kezdés, szeptember. És minden reggel 6.15-kor lett kelnem. De az volt bennem, hogy most is 6 óra 15-kor kelek, mint amikor suliba kell mennem, akkor ez a legizgalmasabb dolog az én életemben, hogy én reggel Istennel találkozhatok, hogy olvashatok a Bibliából, hogy Tölthetek időt Istene, akkor ez nem lesz ott, mert én nekem suliba kell mennem, úgyhogy eldöntöttem, hogy reggel 5 órakor, 5 órakor felhúzom az órám, és 5 órakor felébredek. És nem éltem ezt meg kemény munkaként, vagy nagy fegyelemként, amit nekem most véghez kell vinnem, vagy valamilyen teljesítményt kell, hanem a szeretet fűtött, az Istenek a szeretete, az a találkozás, az az öröm, az az élet, az a szabadság, ami ebből áradt. És persze azóta sok minden volt az életemben, mint ahogy a tietekbe is az elmúlt évek, vagy évtizedek során, de azt is látom, hogy ezek az egészséges jó szokások, ezek Valahogy úgy mindig meg kell erősíteni az életemben. És, és ma az az igéhez kötődőt fog, fogunk megnézni pár dolgot ezzel kapcsolatosan, de más ilyen egészséges Isten szerint való uh, hitépítő, szívépítő, szokás, az olyan, amit újból és újból erősítenünk kell, főleg azért, mert az életnek van egy, egy sodrása. Biztos észrevettétek, egy áradata. A, néha olyan erős a sodrása, hogy dolgok, amelyek fontosak az életünkben, elmaradnak. Elhagyjuk őket. És aztán majd jóval később döbbenünk rá, hogy te ez elmaradt az életemből. És mivel elmaradt az életemből, valami nagyon nagy értéket elhagytam. És ilyenkor jó visszamenni, és újból és újból megerősíteni magunkban, és ilyen hát hitépítő, meg szívépítő szokásokat erősíteni, vagy építeni, vagy újra erősíteni. És a múlt alkalommal mondtam azt, hogy Isten ments, hogy ez bármelyikünk is olyan dologként szemléje az életébe, mint amivel az Isten szeretetét ki kellene ezáltal érdemelni, vagy ezzel érdemelni az Isten szeretetét, vagy ezáltal jó fiúk leszünk Isten előtt, mert nem tudom, olvasunk a Bibliát, vagy imádkozunk, vagy, vagy, vagy közösséget gyakorlunk a, a gyülekezetben a testvérekkel. Nem, 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 nem. Az Isten szeretetét nem lehet, nem szabad, nem kell, nem tudjuk kérdemelni. Maga az alapvetése az új szövetségnek, ahogy az Ádám felolvasta, az az a hatalmas valóság, hogy Jézus Krisztus áldozatán keresztül Isten a Szent Szelm által belénk költözött, amikor hittünk Jézusban. És ott van az új szövetségben ez a nagyon erős, nagyon erős valóság, amiről ír, hogy Krisztus bennünk van, és hogy mi a Krisztusban vagyunk. Jó, tehát, hogy ez nem gyakorlatok által történik meg. Vagy nem jó szokások kialakít, nem, ez, a, ez az alap. Hogy én a Krisztusban vagyok, a Krisztus bennem van, a Krisztus benned van, hogyha hittél Krisztusban, és te ő benne. És hogy a mennyei atyát szól, és ott van, és jelen van, és közel van, és megélheted a közelségét, megélheted a szeretetét, megélheted a jóságát, a vezetését az életedben hogy a vigasztalását, ugyanakkor mégis arról szólnak ezek a szívépítő, hitépítő szokások, hogy oda pozícionáljuk magunkat, ahol ezt, erre újból meg újból emlékezünk. Ezt újból meg újból felkavarjuk magunkba. Újból meg újból időt szánunk arra, hogy ez az Isten, aki mélységesen szerelmes belénk, ő szólhasson hozzám. Hogy az egész életem ne csak lótás-futásból szóljon, vagy ne csak a déli bábkergetésből, hanem hogy ott legyen az, ahol felnyitom magam számára, és megtörténik a találkozás. Megtörténik a találkozás. És, és erről szólnak ezek a gyakorlatok, vagy szokások, legyenek azok, amik az igéhez kötődnek, vagy valahogy így az igek köré csoportosulnak, az Isten igé a Biblia köré. Erre irányulnak azok, amik így az imádsághoz, az elcsendesedéshez kapcsolnak. az is, amely a közösséghez, a gyülekezethez, a Krisztus testéhez, az mindenről szól, hogy Isten szüntelen szól. Isten szüntelen ad. A kegyelem szüntelen árad. Csak tudatosan hozom a vödrömet, hozom a zsebemet, hozom a szívemet, hozom az életemet, hogy kitárjam, hogy kapjak. Megvan, hogy kitárjam, hogy kapjak. Énekeltük ezt valamelyik dalban, hogy a kegyelmed Árad. nem tudom mi volt, a, csak, csak meg, hogy árad, hogy, hogy igen, ez ott van, ez ott van. De ehhez jövök, és, 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 és szakítani akarok erre a időt, és, és pozícionálni akarom magam, mint a Niagara vízes, és biztos láttátok, hanem is élőben élőbe én se láttam. Van, aki látta itt biztos. Így van egy ilyen óriási vízesés. El tudod képzelni? Hogy így szemed előtt van, milyen hatalmas a vízesés. És hogy, hogy ez a kép, hogy az Istennek a szeretete, az Istennek a kegyelme a Krisztusban, az Istennek a jóság, az Istennek az igazságai, azok így áradnak ránk. És hogy mégis miközben ez az igazság, mégis olyan sokszor megterhelten, olyan sokszor kifárad, olyan sokszor kiégve akár, olyan sokszor ö, ö, csak nagyon kevés erőforrással korbászolunk az életbe. És hogy a Szent Szelem szól, és azt mondja, gyere, az Atya szól, gyere, fiam, gyere, lányom, ülj ide, gyere, építs be az életedbe, hogy ide ülsz hozzám. Ide jössz hozzám. Ide jössz a forráshoz, az, az élet forrásához. Kortyolsz az élet, azért nem kell szaladnod sehova. És mikor aztán majd mész, akkor nem kell, hogy üres szívvel menj innen el, hanem telve. És aztán gyere ide vissza. Oké, okay, úgyhogy, úgyhogy csak um, igazából egy pár gyakorlati dolgot akarok ezzel kapcsolatosan megosztani veletek. Ahogy én is felfedezem, meg tanulgatom ezt így az Isten igéhez a kötődő, egészséges szokások. Tehát hagyj hagyosszak meg párat, jó? Így először is, először is az, hogy, nagyon sokan kérdezik, főleg a újabb hívők, de nem csak újabb hívők, hogy én nagyon szívesen olvasnám a Bibliát, csak nem tudom, hogy hol kezdjem. És, és mivel nem tudja, hogy hol kezdje, vagy éppen mit olvas el, szírteni egy olyan gátat okoz, hogy akkor el se kezdem. Így van. És aztán, és aztán van, aki meg elkezdi Mózes első könyvénél, és csak azért, hogy ott legyen egy pár fejezet múlva, hogy már azt sem tudom, hogy ki, kinek a kie, és hogy most mi minden történik itt. Hát ez nagyon zavaros. Ez a Biblia? Hú, ez nem számomra van, az biztos. Jó, ezért, ezért bátorítjuk az, ha újabb vagy, kezd, kezd az evangéliumokat, kezd Jézussal, kezd János evangéliumával, vagy Mátéval, teljesen mindegy, Máté, Már, Lukács János négy evangélium, kezd onnan, kezd onnan. Ha régebbi vagy, járatos vagy, akkor is valahol kezd. Jó, tehát, hogy ez a felcsapom, felütöm, euh, tudod, ez, ez, ez jó egyszer-kétszer, de hogy így rendszer, rendszeresen nem. Jó? És ilyenkor, ilyenkor nagyon sokszor, amit én teszek, az az, hogy, 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 hogy kiválasztok egy, egy könyvet, amit, amit így akár reggelről reggelre, vagy, vagy részről részre, vagy, vagy, vagy szakaszról szakaszra, így, így olvasok. És ilyenkor amire, amire ö, szoktam figyelni, és amire érdemes figyelni, az az, mivel Isten mindig szól, mindig szól, ő beszél, ő kommunikál. Hogy nagyon sokszor ö, azt várjuk, hogy Isten biztos valami mennydörgő hangon szól. Eh, Ma se szólt a Bibliából. Eh, nem szólt. Múltkor se szólt. Eh, nem is tudom. Isten nem szól. Nem, 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 Isten szól. Csak nem tudom, hogy mire kell figyelni. Ha várok, hogy az valamilyen legyen, valami nagy, mennydörgés, vagy tűzi a Bibliában, ú! tudod, ott van egy, egy, egy vers, egy szó, egy kifejezés, ami így rámugorjon. Így van, olvasom, és így rámugrik, és leteper. A Isten szólt, nem, 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 nagyon sokszor, nagyon sokszor, általában ez úgy van, hogy olvassuk azt a szakaszt egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor. És van abban egy vers, van abban egy kifejezés, egy szó, egy, egy gondolat, ami egy picit kiemelkedik a lapról. Lehet, hogy fél centit, egy fél centinyit így kiemelkedik. De, de nem véletlenül emelkedik ki. Mert a Szent Szellem munkálkodik, ő szól. Hogyha, hogyha az Isten országát mindig nagy dolgokhoz kötöm, akkor le fogok maradni az Isten országának a megnyilvánulásáról. Az Isten országa Jézus szerint olyan, mint a mustármag, olyan, mint a mag, olyan, mint a kovász, olyan, mint a só. Nem nagy dolog. Aztán persze nagyján ő, de nem nagy dologként indul. Úgyhogy érdemes csak olvasni, és aztán valami kiemelkedik, megszólít, és azt megragadom, azon, azon elgondolkodok, hogy kapcsolódik ez az életemhez, mit mond ez Istenről. Ha én ezt elhinném, milyen lehetne az én életem. Tudod, de hogy kiemelkedik. És érdemes akár ki is írni magunknak. És zsebre tenni, vagy a telefonunkba lefényképezni, hogyha offline bibliát olvastál, akkor lefényképezed, és magaddal viszed. A lényeg az, hogy érdemes a nap során, hogyha ez reggel történt, a nap során magaddal vinni azt a, azt a, azt a kis dolgot, ami ott kiemelkedett, amivel megszólított Isten, és a nap során még párszor elővenni, ahogy mész a buszon, ahogy a munkahelyen vagy, ahogy, ahogy van egy kis szünet, így, így az életedben, akár csak egy pár perces, akkor újból rápillantasz és megforgatod a szívedben. Ezáltal benne tudsz maradni abban, amit így Isten aznap mondott, és lehet, hogy ebben van valami, amit alkalmazásba tudsz vinni, és engedelmeskedni tudsz annak még néhány, jó? Aztán, aztán, egy másik az az, hogy lehet, hogy tanulmányozni szeretnéd, és nagyon jó tanulmányozni a Bibliát. Ö, tanulmányozni az azt jelenti, például hogy tanulmányozhatsz egy könyvet. Ö, és ilyenkor nagyon sokszor, amit én szoktam csinálni, hogy elolvasom, hogy mi annak a háttere annak a könynek történelmi háttere. Egy nagyon jó, amit szoktam sokaknak ajánlani, az a Bible Project projekt, beírod a keresőbe, és magyarul is a Biblia minden könyvéről ad egy ilyen 8 perces kis összefoglalót, mi a, mi a, a fő gondolata, mi a háttere, és annak segítségével a következő napokban vagy hetekben olvasgathatod, és így tanulmányozhatod azt a könyvet. Megnézheted, hogy mik a kulcs gondolatok, a kulcsszavak, kifejezések, ismétlődések. És ez azért fontos, mert akkor nem csak egy-egy részt fogunk a Bibliában, hanem átlátunk. Mondjuk Eszter könyvét, így van, vagy Ruth könyvét, vagy Filippihez írt levelet, vagy Péter első könyvét, és átlátod, és ezáltal tudsz tud ez elmélyülni benned. Aztán egy harmadik, hogy tanulmányozhatsz egy témát, hogy van egy téma, ami foglalkoztat téged. Lehet hogy, lehet, hogy ez az, hogy hogyan szólunk, vagy hogyan beszélünk, vagy lehet, hogy a házasság, vagy lehet, hogy a pénzügyek, vagy lehet, hogy maga a szent élet, vagy az engedelmesség, vagy a hallás, vagy az imádság, teljesen mindegy. És fogod, és fogsz egy bibliai konkordanciát, vagy most már be is tudod írni online, és beírod azt a kifejezést, és fogadni egy nagy csomó igerészt, és Ószövetségből, új szövetségből, és ezt felfűző csokorként olvasod, kiemeled benne, ami fontos, és így tanulmányozod. Nagyon sokszor, amit teszünk, vagy tehetünk, az az, hogy szeretnénk az, hogy a gyülekezetünk, vagy akik tanítanak, vagy, vagy a pásztor, vagy, vagy, akik tanítanak, ők szállítsanak minden témát, amit úgy ér, ami nekem fontos lenne. A hívő papságnak a lényege, az öröme az az, hogy Isten szelleme tanítani akar téged. Lehet, hogy van olyan, ami foglalkoztat téged, és ezért te tanulmányozod a Bibliát abban a területen, és Isten tanítani fog téged nagyon-nagyon közvetlenül, hogy tanulmányozod azt a témát. Aztán egy, egy, egy talán egy negyedik az az, hogy nem tudom, hogy hányan szoktátok hallgatni a Bibliát hallgatni. Van uh, uh, hangos Biblia, uh, különböző applikációk, meg különböző módok uh, uh, segítségével. Én egyébként nemrég kezdtem ezt el, főleg akkor, amikor uh, úgy érzem, hogy reggel uh, felkelek, vagy uh, olyan, hogy nem érzem kompetensnek magamat arról, hogy olvassak. <laughs> úgy érzem, hogy igazából nem tudnék fókuszálni, uh, nem Ja, nem, nem akarom erőltetni magam, és olyankor csak beszoktam tenni, és elkezdek egy fejezetet vagy pár fejezetet hallani, és csak hallgatom az Isten igéjét, nem kell semmit sem tenni, csak egy picit próbálok lenyugodni és megnyugodni és csak hallgatom, és engedem, hogy a Szent Szellem a fő témákat, a fő igazságokat erősítse a szívembe, előhozza, amihez majd visszatrok térni, de hozza ezt. Ezt szoktam csinálni egyébként, lehet csinálni úgy is, hogy nem bármikor nap közben, akár van egy 20 perced, egy fél órád, akár a városba, vagy akár leülsz egy napos helyre, hogyha szereted a napot, egy parkba, beteszed a füledbe, és azt mondod, hogy oké, okay, most csak mondjuk Filippi Levél első fejezetét szeretném meghallgatni kétszer. És mi az, amit felhoz? A Biblia. Valakivel nemrég beszélgettem, és mondta, hogy és ebben semmi szégyenlivaló nincs, vagy semmi Rossz, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon természetes dolog. Azt mondta, hogy fú, most már egy jó ideje, most már nem olvasom a Bibliát. Így valahogy nem, nem jó, nem tudom, egy pár hete vagy hónapja. És hogy, hogy ilyen van, különböző okok miatt. És úgy érezte az illető, hogy nincsen igazán ideje rá. Mondtam neki, hogy de bőven van időd rá, bebizonyítottam neki, de nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy sokszor vannak olyan idők, amikor az ember utazik, vagy az ember, vagy van egy 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 fél órája, vagy van, és olyankor is ezek segítségével hogy akár csak hallgathatjuk, lehet, hogy újból és újból meghallgathatjuk ugyanazt a fejezetet az elkövetkezendő hetekben többször, és ezáltal mélyülés, és frissen tartjuk az Istennek a gondolatait, az Istennek az igéjét, élet átformáló igéjét a szívünkben. Aztán, és ez olykor azért is jó egyébként hallgatni, mert olykor fárasztóbb olvasni, mint hallgatni, de nagyszerű dolog csak hallani Jézusról, Jézus, amit mondott, Jézus, amit tett, amit tanított, vagy bármi más részt is. Aztán egy, egy, másik ilyen, hogy így elmélkedni egy-egy írás része. Nem tudom, hogy hányan szoktatok így elmélkedni, gondolkodni. Most nem valami nagy dolgot akarok mondani, gondolkodni, elmélkedni, meditálni, úgymond egy-egy írás részen, vagy egy-egy versen, vagy pár versen. És ez lehet, hogy összekötődik azzal, amit aznap olvasunk, hogy utána nem csak, hogy elolvassuk kétszer-háromszor, megvan valami, ami kiemelkedik egy fél centire, hanem utána így forgatjuk, és a nap során elmélkedünk rajta elmélkedhetünk tömegközlekedési eszközön, A pontból B pontba tartva, elmélkedhetünk egyébként ott a belső szobánkban csendben is, Ebben még van egy olyan is, hogy az elmélkedés után jöhet egy olyan szakasz is, hogy szemlélődés. Amikor már nem aktívan elmélkedek, hanem annak a igének a kijelentett igazságában nyugszok, és az Isten kapcsolatomban nyugszok, és szemlélődök, ahogy az Isten jelenléte ott van. De elmélkedni, az egy hatalmas kincs, az első Zsoltár, azt mondja, hogy az az ember, aki az Istennek az igényén, beszédén elmélkedik, az, az egy olyan ember, mint, az egy olyan, mint egy folyóvíz mellé ültetett fa amely és, és adja az ígéreteket, hogy ideje korán meg fogja teremni a gyümölcsét, hogy a levele nem hervad el, hogy minden munkájában jó, szerencsés ember lesz, aki maga az élete részévé tesz egy ilyen elmélkedő, ahol az Isten igazságait forgatja az ő szívében. És amit én máskor szoktam tenni, az az, hogy van, hogy nem akarok valamilyen éppen most ö, felfedezett részem, vagy egy új, ö, nem tudom, ö, egy új, éppen birtokba vendő ö, igazságon vagy, ö, vagy írás részen elmélkedni, hanem sokszor amit csinálok, mert lusta vagyok, <laughs> ne, amit csinálok az az, hogy van már egy nagyon jól ismert rész, amit esetleg már kívülről is tudok. Például a 23. Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget. Így van, lelkemet megvidámítja. Az igazság ösvényén vezet engem az ő nevér. És, és, és azt mondom, hogy most én... A pontból, B pontba, ahogy megyek, vagy a mai nap folyamán, vagy akár reggel, mikor kinyitom a szemem az első öt percbe, még csak feküdve, az veszélyes, de elkezdem elő felidézni magamban az Istennek azon igéit, amelyek már nagyon jól ismertek számomra szinte minden alkalma azt veszem észre, hogy Isten nagyon sokat ad ezen keresztül. Még akkor is, ha úgy gondolnám, hogy lerágott csont, soha nem lerágott csont, hanem nagyon hamar azt tapasztalom, hogy ennél fantasztikus dolog nincsen. Például, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. És ez segít abban, hogy a szívem közel maradjon Istenhez, hálával legyen például telve. De egy másik lehetőség például a mi atyánk. Főleg vagytok itt jó néhányan, akik lehet, hogy már nem tudom, hogy mindannyian tudjuk-e a mi atyánkat, akik itt vagyunk, de tudom, hogy vagytok néhányan, akik tradicionálisabb, vagy történelmi egyházakból vagy nőttetek fel, és ott ti tudtátok, vagy tanultátok, vagy része volt a liturgiának a mi atyánk. Mi a Biblia szóban alapvetően nem olyanok vagyunk, akik, akik ez, ezt így, most így, ez kötelező, ezt így tudnunk, mert nem része a liturgiának. Volt is egy ilyen alkalom, hogy az egyik barátom, aki egy temetést végzett, a végén mondta, hogy mondjuk el a mi atyánkat. És mikor hívta az ott lévőket a mi atyánkra. elkezdtem mondani, és körül a másik sornál rájött, hogy igazából nem is tudja, hogy hogy van tovább ott az a következő sor, és akkor elhallgatott, de jó volt, mert mindenki más tudta, úgyhogy tudod, ilyenkor a mormolás úgy segíti. De hogy gondolj bele, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ha csak ezen újból meg újból új, elmélkedsz, és gondolkodsz, és izlélgeted magadba, lehet, hogy egyik alkalommal ez a dolog fog frissen jönni hozzád, egy másik része fog frissen jönni hozzád, de Isten gazdagon meg a ajándékoz. És ebben lehetnek egy csomó más írásrész is, Efezus 1-ben, ahol a szellemi áldásokról van szó, vagy Kolossé 3-ban. Tehát olyan írásrészek, vagy akár versek, amelyek már jól ismertek számunkra, újból meg újból elmélkedünk. Ez egy nagyon-nagyon ez ez egy kedves dolog. Igazából az egész gondolatvilágunkat és a szívünket gazdagon, Ö, hogy is mondjam, tehát gazdagon ö, ö, megöntözi, táplálja, és segít abba, hogy napközben is, jártunkban, keltünkben is az Isten jelenlétét nagyon valóságosan tudjuk érzékelni az ő beszédén keresztül, ahogy elmélkedünk. Még kettőt, hármat hadd had, had vagy hagy mondjak, és aztán befejezem. Van egy olyan, amit, amit, úgy is lehetne hívni, hogy szedegetés. Szedegetés. Ez Rút könyvében van, ez a kifejezés. Rút könyve második fejezetében. Ez az egyik kulcs szava. A gondolat az, hogy Rút visszamegy anyósával Izraelbe, Betlehembe, és az anyósa mondja, hogy menj, és nincsen semmiük, semmi pénzük és semmi ételük, hogy menjen képen árparatás van, és amikor mennek és aratják a, a, munkások az árpát a mezőn, Izraelben az volt a törvény, Istennek, hogy hagyjanak, ne mindent szedjenek össze, hanem hagyjanak kalászokat a mezőn, amit nem gyűjtenek össze, és hogy menjen rút és szedegessen. És képzeljétek el, hogy rút, és erről szól, ha megnézed például azt a fejezetet, az egyik kulcs a szóval szedegetés, hogy rút szedeget. Itt egy kalász, ott egy kalász, ott. És aztán a legvégén hazamegy, és elmondja mindig, hogy az írás, hogy mennyi mindent vitt haza, igazából, hogy szedegetett. Ez egy szellemi alapelv is hogy gyűjtögetünk, szedegetünk. Ez egy szokás, ami ha nincs ott, akkor nincs ott. Ha ott van, akkor ez nagyon gazdagít. Nagyon apró dolgokról van szó. Például ezen az Isten tiszteleten, kezdve, ahogy megérkeztél, aztán a dalokon keresztül, az úrvacsorán, az ige hirdetésen át, te szedegethetsz. Ha megvan ez az alázatos, istenkereső kereső hozzáállásod, akkor szedegetsz. És ö, szedegetsz, és miközben szedegetsz, hazamész, közben már fel is, ö, fel is idézheted azt, hogy miről, mi az, amit Isten adott. A nagyon apró dolgokról beszélünk, tehát ahogy felszállsz a BKV-re, vagy beülsz az autóba, ö, ahelyett, hogy ö, úgy csinálnál, mintha mi se történt volna, ö, ahelyett lehet, hogy nem is az egész időben, csak azt mondod, hogy jó, mi az, ami, ami ma, amiről ma szó volt? Mi az, ami megszólított? Mi az, amit fel tudok idézni abból? És hogyha elkezded, rájössz, hogy az elén keveset lehet. <laughs> Mert nem szokásod, hogy felidézd. De ha elkezded, egy idő múlva menni fog, és azt fogod látni, hogy volt egy Isten tisztelt, és te szedegettél, és útközben felidézted. Aztán megnézted azokat az igéket, amikről szó volt otthon, esetleg még az előtte lévő részt is a Bibliában, az utó, utána levő részt, és a héten foglalkoztál, hisz az Istentiszteleten erről volt szó, szóval mi sem természetesebb ennél, mert, mert ez benne van az életedben az Isten tisztelt, és erről szó volt. Tehát magyarul, magyarul van egy, van egy esemény, ami része a hitéletednek, az Isten életednek, és ezt maximalizálod. Ebből megpróbálod kivenni, és komolyan veszed el, hiszed, hogy Isten egyébként ezt rendelte az életedbe, Isten ezen keresztül szól, Isten ezen keresztül ad, és foglalkozol vele. Biztos vagyok benne, hogy... Ha ezt így veszed, akkor Isten nagyon sok mindent leplez magáról neked, nagyon sok megértés, bölcsességet, vezetést is ad, mert te egy szedegető vagy, olyan, aki nem engedi az Istennek a beszédét, hogy a földre essen. Megvan ez a benne lévő vágy és éjség és szomjúság, hogy ezzel foglalkozzál. És, és ez egy hatalmas, hatalmas áldás. Fogsz egy embert, aki nem szedeget, fogsz egy másik testért, aki ilyen kis szedegető, és eltelik egy év, és teljesen más az, ahogy, ahogy, ahogy az egyik növekszik, és megértésben, és, és az Isten volt kapcsolatban, mert csak szedeget, és felidézi a dolgokat. Arról nem is beszélek, hogy utána, hogyha a házi csoporton az Isten tiszteleti témával van szó, ról van szó akkor nem kellemetlen a hallgatás és csönd van, hogy na, emlékeztek, mi volt az Isten tiszteleten, és hát, nem nagy dolgokról van szó, nem is órákról van szó, nem óriási fegyelmezettségről vagy diszciplináról van szó, hanem egyszerű szibbeli szokásokról, amiket, amik az Isten körépülnek köré épülnek. Aztán lehet ilyen például még a versek memorizálása. Talán a Bakonyi Kriszti említette nekem, hogy most a 20. zsoltát, aztán megnéztem, nem egyszerű, <laughs> hogy valakivel elkezdtek memorizálni. De az is nagyszerű dolog memorizálni Biblia verseket, akár Bibliai részeket. Csak arra emlékszem, amikor a Lida lányom az aradi 13 vértanút kellett memorizálni, hogy mennyire nehéz volt. De higgyétek el, ez nagyon sok módon többet ad a, a 13 vértanú memorizálásánál, bár minden tisztelet az övék egyébként. Aztán. Még kettő gyorsan hagyj említsek, és aztán egy imádsággal, vagy egy igével és imádsággal hagy zárjam. Van, amikor én szeretem csak azt, és nagyon jó csak szimplán olvasni a Bibliát. Csak szimplán olvasni. Tehát lehet, hogy nem reggel, lehet, hogy este, lehet, hogy már az ágyban vagy. Egyszerűen csak azt mondom, hogy hú, hagyj kezdjem el olvasni, nem tudom, Dávidnak a történetét, vagy hagyj olvasom Ábrahám történetét, vagy... A Józsefnek a történetét, és a Bibliát mindig jó olvasni. Jutott eszem, most jut eszembe ez a vicc, talán ismeritek, hogy megkérdezi a tanítványa a rabbitól, hogy rabbi, rabbi, lehet-e olvasás közben dohányozni? És a rabbinak a válasza az, hogy hát... Mm -mm, Bibliaolvasás közben nem lehet dohányozni. És Rabbi, Rabbi, lehet a dohányzás közben Bibliát olvasni? És a rabbi azt mondja, hát, igen, Bibliát mindig lehet olvasni. Úgyhogy a Bibliát mindig jó olvasni, dohányzás közben is, meg nem csak dohányzás közben. tehát Tehát ö, ö, mindig jó mert, mert az Isten igényének ereje van. És az Isten igéje lehet a polcunkon, és már lehet rajta por, de az Istennek a célja, figyelj még erre, az az, hogy végső soron az ő igéje a mi szívünkbe legyen. A mi szívünkbe elrejtve, berejtve, a szívünkbe, és ha ott van, akkor az munkálkodik. Rejtélyes módon. Nem is tudjuk, hogy hogy, de munkálkodik, és munkálkodik, és munkálkodik. Úgyhogy jó csak szimplán olvasni a Bibliát. Végezetül nagyon nagy vágyam van erre az utolsóra, hogy nagyon jó közösen olvasni a Bibliát. És az új szövetségi időkben képzétek el, hogy nem volt mindenkinek bibliája. Tehát nem volt, hát most már nekünk lehet, hogy van otthon vagy öt, meg még a gyerekekkel együtt vagy nyolc, meg mindenfajta biblia, rengeteg biblia van otthon, meg aztán ott van az online biblia. Az új szövetségi időben nem volt mindenkinek biblia, nem is tudott mindenki olvasni. Hanem ami történt, az az, hogy találkoztak hívők. És akkor találkoztak, akkor volt felolvasás. Ezért mondja Pál Timóteusnak, hogy a, a ne felejtkezzen el a felolvasásról. És felolvastak nagy részeket, tehát nagy részeket az Istennek az igéjéből. És Jensek könyvében azt mondja, hogy boldog, aki olvas, és boldog, akik hallgatják a profétálás eme beszédét. Tehát valaki olvasta, a többiek meg hallgatták. És ez is egy nagy segítség. Lehet össze lehet állni ketten, hárman, kisebb csoportokba, de akár ketten is, és azt mondani, hogy, hogy, heti szinten, vagy két heti szinten, vagy akármilyen módon, akár nem is rendszeresen, de olvasni fogjuk a Bibliát. És nem tudom, el fogjuk kezdeni Efézusi levél is, és fel fogjuk olvasni az, az, levelet. Efézusi levelet. Felolvassuk az első két vagy három fejezetet, és csak elolvassuk egyszer és aztán, aztán egy kicsit tudunk róla beszélgetni, de felolvasjuk. Tehát, tehát akkor a dolog egyszerűen csak olvasni, és felolvasni az Istennek az igéjét. Úgyhogy, úgyhogy befejezésként apostolok cselekedik 17-11 azt arról beszél, hogy tehát beszél erről a, erről a, Így gondolkodtam ezen, hogy hogy mondhat ilyet a, a Biblia, vagy Pálapostól, hogy, hogy, hogy a, a, a bére, elmegy a bére a beliekhez, Béreában, ez egy ö, ö, teszanyka mellett egy város, és azt mondja, hogy a, a bére a beliek, ők nemesebb lelkűek voltak a teszanyka belieknél. És az engem úgy megfogott az elmúlt, nem tudom, egy-két hónapban, hogy mit jelent ez, hogy nemesebb lelkűek voltak. Miért volt az, hogy itt voltak a hívők, akik, 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 hívők voltak, aztán itt voltak hívők, akik olyan nemesebb lelkűek voltak. És azt mondja, hogy azért, mert készségesen fogadták az Istennek az igéjét. Egy. Kettő. Minden nap kutatták az írásokat, hogy úgy van-e, hogy a pálapostól mondta. Tehát, hogy volt valami az ő hozzáállásukban, az ő szívükben, volt bennük egy olyan fajta alázat. Volt bennük egy olyan fajta az Isten igéjének, a tekintének az elfogadása. Volt bennük egy ilyen éjség és szomjúság, hogy amikor hallották tanítva az Istennek az igét, akkor készségesen fogadták. Mikor olvasták az Istennek az igét, készségesen fogadták. Volt egy ilyen, egy ilyen kézbefogadások az Isten igéhez. És aztán utána pedig, pedig mikor hazamentek, akkor, 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 utána néztek, hogy fú, én most erről hallottam, és hagyj nézzem már meg, és foglalkoztak vele, és, és biztos, hogy jó, hogy ott volt pálapostól, fel tudta ismerni, hogy fú, az ő hozzáállásuk más. Ez egy nemesebb lelkű hozzáállás. És hogy, bátorítsam magunkat, meg hogy hívjam magunkat erre, hogy egy ilyen nemesebb lelkű hozzáállásra, egy ilyen, egy ilyen öm, öm, azt hiszem talán Ézsélyes 66.2 mondhatja talán ezt, hogy azt mondja, hogy, hogy Isten azt mondja, hogy én arra az emberre tekintek. Én, én, én azt az ember veszem észre, én, én, én azt az embert ö, ö, látogatom meg, aki remeg, re, remeg az én igém előtt, akiben benne van ez a, ez a nagyon nagy tisztelet, ez a megelőlegezett és aztán nem megelőlegezett bizalom az Isten igéje felé, ez az éjség és ez a vágy az Isten igéje felé. És azt mondja, hogy én, én arra tekintek, én oda jövök. Jézus azt mondta, én megyünk és lakozás veszünk, ott fogunk lakni ő vele. És, és most nem is arról beszéltem, remélem, hogy nem úgy értett, hogy akár így órákat, és az is nagyszerű órákig bújni az igét, hanem akár csak, hogy hogy tehetjük így a mindennapunknak a részévé az, hogy az Isten igé rá van kötve a szívünkre, oda van, oda van, kötve a nyakunkba, mert, mert ez a legfelszabadítóbb dolog, a legéletátformálóbb dolog, amit a Szent Szelm által történhet az életünkbe, az, az, amit az Isten igéje hoz. Olyan, mint egy Két élő kar, mint egy sziklazúzó pörő, és ja, adja, adja az Úr, hogy megtapasztaljunk mindannyian a személyes életünkbe az Isten igének, az erejét, a hatalmát, a tekintét, az ebből fakadó örömöt, az ebből fakadó egyszerűséget, győzelmet egy János kettőben. Írok nektek ifjak, mert az ige bennetek marad, és legyőztétek a gonoszt. A, tehát, hogy, 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 van egy győzelem, mert, mert az ige ott van a szívünkben is aktív. E, és ez, ez, ez valami, ami, 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 annyira így az az örökség, ami az Isten népének az öröksége, úgyhogy adja az Úr ezt a, ezt a nemesebb lelkűséget. Úgyhogy gyertek, menjél, Atyán, köszönjük neked, Köszönjük neked így a te igédet, a te beszédedet. Köszönöm, hogy nem, nem kell, hogy mindig nagyot szóljanak a dolgok. Hogy nem kell az, hogy mi ilyen állandó tűzi játékot lássunk. Hanem köszönjük, hogy a te igéd az biztos. Mert nem ember akaratából adatott a profétai szó. A nem ember akaratából szóltak a proféták hanem Isten szelleme indította őket. Amíg, és jól tesztek, hogyha figyeltek erre, amíg hajnalcsillag nem kell fel a szívetekben. Uram, szeretnénk, hogy ez a hajnalcsillag felkeljen a mi szívünkbe. Uram, köszönöm, hogy a te igéd az, most már az évezredek során megáll. Köszönöm, hogy az egész életünket ráépíthetjük. Köszönöm, hogy lehetőségünk van egyéni módokon így a szívünkhöz kötni. Köszönöm, hogy te mindig beszélő Isten vagy. mi imádkozom azért, hogy amiről szó volt itt ma, ez segítség legyen nekünk. Hogy a minden napjaink, így a te igazságaid, a te gondolataid, a te tanácsod körül foroghasson. Hogy legyünk szedegetők, segíts nekünk ebbe. Uram, fakasz fel bennünk azt az éjséget és szomjúságot a te ikét, és a te igazságaid iránt. Hogy legyünk olyanok, mint a Zsoltáros Uram, hogy mint szarvas a hűs forrás vízre, úgy szomjazik lelkem rád. Vágyódom az élő Isten után, hogy me mehessek hozzá. Uram, imádkozom azért, hogy akár este, éjszaka, amikor álmatlanok vagyunk, róla tudjunk elmélkedni, és megízleljük ennek az örömét. Uram, segíts minket egy elrejtett életben, egy nagyon zajos világban, ahol rengeteg a zavaró tényező, mégis hagyd legyünk Isten szerint valóak, és ennek a szépségében hagyd járjunk. Uram, hagyj legyünk egymás számára is bátorítóak ebben. Köszönjük neked. Köszönöm neked. Hálás vagyok, Uram, a Te igédért, hogy a mi nemzeti nyelvünkön magyarul is olvashatjuk, hallhatjuk, beszélgethetünk róla. Bizony nagy kincs ez, hogy megőrizted és megtartottad, és megőrizted az év századok során a Te igédet. Hogy legyünk mindig Alázatosak, tekintét adva a te beszédednek, megértve, hogy minden test olyan, mint a mezőnek a virág, elmúlik a virág, elmúlik a szépséged, a te beszéded örökké megmarad. Legyen tied a dicsőség Jézus nevében. Amen.